A mai videó témája két kivételes, szent életű nő, Árpádházi Szent Erzsébet és Szent Margit. A szoros rokonságban álló magyar királylányok a rászorulók szolgálatának szentelték életüket. Haláluk után mindkettőjüket szentté avatták. Árpádházi Szent Erzsébetet, más néven Magyarországi Szent Erzsébetet, német nyelvterületen Türingiai Szent Erzsébetet, a könyörület szimbólumaként és a katolikus egyház ismert védőszentjeként tiszteljük. ...1207-ben született Pozsonyban, II. András király és Gertrud királyné harmadik gyermekeként. Egyik bátyja később IV. Béla néven lett jeles magyar uralkodó, aki megvédte az országot a mongol inváziótól. Erzsébet mindössze 4 éves volt, amikor eljegyezték a türingiai tartomány gróf fiával, Hermannal, majd annak korai halálát követően öccsével, a későbbi 4. Lajossal. Gyermekkorát a türingiai grófi udvarban töltötte. Éves korában férjhez ment a nála 7 évvel idősebb 4. Lajos tartománygrófhoz. A Frigyből 3 gyermek született, akik közül Zsófia később II. Henrik brabanti herceghez ment feleségül, Gertrud pedig 1248-tól apátnőként szolgált, és halála után boldoggá avatták. A néhány évnyi boldog házasságnak Lajos 1227-ben bekövetkezett halála vetett véget. A fiatal férjel a Pest is végzett, mikor úton volt a szentföldi keresztes hadjáratba. Bár Erzsébet ekkor még csak 20 éves volt, cölibátusi fogadalmat tett, amivel akadályozta a családja politikai ambícióit. Nagybátyja Egbert bambergi püspök házifogságban tartotta, így próbálva rábírni az újraházasodásra. Lelki vezetője Konrad von Marburg katolikus pap utasítására a gyermekeitől is meg kellett válnia. Mindezek ellenére Erzsébet ragaszkodott a cölibátusi fogadalmához, sőt a legenda szerint azzal fenyegetőzött, hogy levágja az órát, hogy egyetlen férfi se találja vonzónak. Később lemondott világi javairól és hozományából Markburgban kórházat alapított, ahol saját maga is részt vett a betegek gondozásában. Erzsébet 1231. november 17-én fiatalon, mindössze 24 évesen hunyt el. 4 évvel később, 1235-ben 9. Gergely pápa szentté avatta. Alakjához számos legenda kötődik. Ezek közül a rózsa legendája a legismertebb.
E legenda szerint férje halálát követően kötényébe rejtett cipókkal a városba igyekezett, hogy szétossza azokat a szegények között. Útközben megállította a sógora, aki nem volt híve az adakozásnak. Kérdésére, hogy mit visz a kötényében, Erzsébet azt felelte, hogy rózsákat. S lásd csodát, a kenyerek illatos rózsákká változtak. E legendát számos művészeti alkotás megörökítette, és az Erzsébetről elnevezett templomokban is ezt a jelenetet látni a főoltáron. Szent Erzsébetet november 19-én temetésének napján ünnepeljük. Alakját világszerte a ferences harmadrend, a ciszterciek, az erzsébetapácák, a pékek, a koldusok, az özvegyek, az árvák, az ártatlanul üldözöttek, a csipkeverők és a fátyolkészítők védőszentjeként tisztelik. Liszt Ferenc Szent Erzsébet legendája című oratóriumával tisztelgett előtte. Margit hercegnő közeli rokoni kapcsolatban állt Erzsébettel. Apja, IV. Béla, Erzsébet bátyja volt. 1242. januárjában született a dalmáciai Klissza várában, ahova szülei a tatárok ellen elvesztett muhi csata után menekültek. A kis Margitot születésekor felajánlották a mongol pusztítástól szenvedő Magyarország megmentéséért. 4 évesen a veszprémi domonkos apácákhoz került. Később a Nyulak szigetén, ma Margit sziget, lévő kolostorban töltötte szerzetesi éveit, amelyet apja alapított. A kolostor a középkorban a sziget legjelentősebb és leggazdagabb szerzetesi épülete volt. Margit itt tette le szerzetesi fogadalmát 1254-ben. Ezt később 2 alkalommal is lehetősége lett volna visszavonni, hiszen minden bizonnyal megkapta volna a felmentését apja kérésére. Ő azonban visszautasította második Ottokár cseh király és a lengyel király házassági ajánlatát is. A Szent Margit legendája szerint, amely az első nagyobb terjedelmű magyar nyelvű prózai írásmű, Margit kora gyermekkorától testileg kínoszta, sanyargatta önmagát. Vasövet, vezeklő inget, szöges cipőt viselt, és a kolostor legalantasabb munkáit végezte. Gyakran kínoszta magát korbácsolással is. Napjait munkában, éjszakáit imádságban töltötte. A legenda szerint a súlyos betegségből kigyógyulók, vagy akár a halál kapujából visszatérők Margit fohászainak tudták be e csodatéteket. Valószínűleg a magára vállalt vezeklések túlzott mértéke rövidíthette meg életét, mindössze 28 évet élt.
Nem sokkal 1270. január 18-án bekövetkezett halála után 1276-ban boldoggá avatták. ...1943-ban 12. Pius pápa hivatalosan is szentté nyilvánította. Névnapját január 18-án ünnepeljük, és a szentség és odaadás példaképeként tekintünk rá. Magyarország szerte számos templomot, iskolát, kórházat és klinikát neveztek el róla. Budapesten pedig egy nevezetes híd és egy gyönyörű és népszerű sziget viseli nevét. A Margit híd és a Margit sziget.